Maszkban érkezik a vevő és maszkot hord az eladó is. Ma már csak így vásárolhat bárki a boltokban. A jövőben minden üzletnek figyelnie kell erre a szabályra, hiszen komoly szankció szabható ki kihágás esetén. A magyar közlönyben megjelent új rendelet szerint, amennyiben az ellenőrök akár eladónál, akár vevőnél azt tapasztalják, hogy nem takarják el az arcukat, mindkét fél pénzbüntetést kaphat. Három szabályszegés után már komolyabb a retorzió, a hatóság akár be is zárhatja a boltot. Erre az üzletvezetőknek is fel kellett készülniük. Fölajánlom neki, hogy vehet nálam is maszkot, illetve hogyha nem hajlandó maszkot vásárolni, vagy nincs nála, akkor fölajánlom neki, hogy maradjon a bolt előtt, és elmondja, hogy mit kér, és kihozom neki, és úgy értékesítek neki. A Szent István utcai kisbolt eladója hozzátette, eddigi tapasztalatai azt mutatják, a vevők jelentős része betartja a szabályokat és türelmesek akkor is, amikor a másfél méteres távolság tartása nem lehetséges. Nálunk a reggeli órákban van inkább tumultus, ha ezt tumultusnak lehet nevezni, de többen, amikor jönnek az iskolások, munkába mennek az emberek. Délután olyan 2 óra felé, amikor szintén van egy rövidebb időintervallum, amikor kijönnek a gimisek egy hosszabb szünetre. Utána pedig olyan 4-5 óra felé, mikor indulnak az emberek haza dolgozni. De türelmesek egyébként. Én nem nagyon tapasztaltam, hogy probléma lett volna abból, hogy többen van. Sokan kint várnak a bolt előtt inkább egy pár percet, amíg 2-3 ember bent van a boltba, és utána kijönnek és cserélnek. Tavasszal a járvány első hulláma során a kormány első körben az idősek vásárlási idősávját szabta meg. Ez a szigorítás június 18-áig a veszélyhelyzet megszüntetéséig volt érvényben, ettől kezdve pedig minden zárt üzletben kiterjesztették a kötelező maszkviselést. Egy ideje már kötelező az arc eltakarása tömegközlekedési eszközökön, a napokban pedig mindezt a színházakra, mozikra és az ügyfélfogadó irodákra is kiterjesztették.